Arról már beszéltünk, ugye volt egy nagy leállás, és újra kezdődött az élet a labdarúgásban is. Mik azok a gyakorlatok, vagy olyan elemek, amiket ez alatt az idő alatt el lehet végezni, és hova lehetett eljutni? Isten, igazából ezt nehéz volt eldönteni, mert először ugye kis csoportokba kellett edzeni, először nem lehetett kontakt, tehát nem lehetett játékokat csinálni, egymás közti játékokat. Itt arra koncentráltunk, hogy egyrészt a technikai képességeket fejlesztük, másrészt ezeket a gyakorlatokat, amik itt voltak láthatóak, támadásvezetés, gyakorlása, stb. Ezeket tudtuk az első két hétbe levezényelni. Az utána való időszakban elkezdtük már az egymás közti játékokat, a kis játékokat, kontaktokat beletenni, és így épültek egymásra az edzések. Nagyobb banális kérdés, hogy hogy érzed most magad fizikálisan? Egész jól. Szünetben próbáltam minél többet edzeni, amennyit tehettem, futópad, malomvölgy, ugye látogattam sűrűn sok futással, mert is amint kinyitottak a kispályák, onnantól kezdve végig kispályás focik haverokkal, baráti társaságokkal, és itt mellett elkezdtünk edzeni, hál' Isten végre. Tehát így egyre jobban. De a játék az hiányzik, vagy legalábbis hiányzott, gondolom én? Hát abban a két hónapban, 6-8 hétben, amíg nem játszhattunk meg semmit, csak a futás az nagyon monoton volt. Ott már nagyon úgy éreztem, hogy most már bárhol csak hagyj focizzak egy kicsit, labda kerüljön elő. De neked van egy másik nagyon fontos feladatod is, ugye? Magánemberként a tanulmányokban. Igen, erre volt jó nagyon a karantén. A szakdolgozatom 4 hét alatt elkészült körülbelül, mert otthon ültem, nem volt semmi dolgom, csak azt írtam, azt finomítgattam, és a tanárral konzultáltam e-mailben. Edzőként ugye te mekkora lemaradást tapasztaltál? Tehát most itt értem azt, hogy a leállás után, akár a fizikai, akár a taktikai, akár a technikai dolgunkban, már bár dolgoztak a gyerekek ugye otthon, de hát az mégsem olyan. Más természetesen, ugye megkapták napra pontosan a leosztott feladatokat. Ez az ő lelkükre van bízva, hogy ebből mit valósítottak meg. Én azt vettem észre, hogy azért kondicionálisan nem voltak úgy lemaradva, tehát valamilyen szinten gyorsan utolértük magunkat. Technikailag az meg egyrészt a szorgalmom múlik, pláne a fiataloknál, hogy mit valósítanak meg, ott alapból vannak lemaradásai. A taktikai részről meg ne is beszéljünk, tehát a fiatal gyerekeknél nagyon sokat kell a taktikával foglalkozni csapatszinten, hogy ez valamilyen sikerre vezessen. Milyen volt az átállás? Ugye itt volt egy hosszabb kihagyás, én nagyon sok emberrel beszélgettem, mindenki elmondta, hogy dolgozott, meg aki úgy tudott, labdázott is, a technikai elemeket gyakorolta, de te hogy élted meg ezt az időszakot? Hát én duplán nehezen, mert ugye én februárra megsérültem, és azóta semmilyen úgymond rendes edzésen nem tudtam ugye részt venni. Hát próbáltam mozogni, elkezdtünk lábteniszezni, kaptuk ugye a feladatokat, azzal úgy karbon tartottuk, de már maga a futball, mint a játék rész, az nagyon, nagyon hiányzott. Most rendben vagy? Tehát a sérülésed az jó ahhoz, hogy teljes értékű munkát tudj végezni? Igen, ugye ebből a szempontból meg jó volt ugye ez a kihagyás, hogy utol tudtam magam érni. Térdem, hál' Isten, semmilyen panasz nincs. Fizikálisan utolértem magam, vagy kezdem utolélni, inkább a labdaérzék, maga a játék, abba még vissza kell jönnöm. Most megint leállás lesz. Van-e már elképzelésed arról, hogy milyen lehet a csapat esetleg, mennyire befolyásolta ez a hosszú szünet a játékot, a taktikát, de hát a többieknél is ugyanez a probléma. Hát ugye a többieknél is, viszont nálunk ugye van egy erős mag, reméljük ugye egybe maradunk, sok fiatal, mellettük rutinos játékosok, ha így egybe marad a csapat és egy-két játékos tudunk még igazolni, akkor szerintem lehet keresni valunk. Hogy alakul a program? Tehát lesz most egy kis leállás, gondolom én, aztán jön a felkészülés. Igen, 19-ig tervezzük, hogy edzünk, és hát én személy szerint júli 16-ra tervezem az indulást, az egy ilyen 2-16-dik, az csütörtök, akkor egy ilyen csütörtök-péntek rávezető edzések, és akkor 20-ával kezdenénk a teljes felkészülést.